Nincs már olyan orosz csodafegyver, amit eddig nem vetettek volna be. Fontos, nincs olyan hagyományos fegyver. Oroszország totál vesztessége bőven 200 ezer fölött van. Az nagyobb, mint a komplett támadó kontingens. Ez a halott és a reménytelenül súlyos sebesülteket jelenti. Az egyik fő változó az, hogy hirdete Oroszország hadiállapotot. A másik fő változó az az, hogy történik-e Oroszországon belül olyan nem várt változás, ami a Kremlt a háborúval kapcsolatos álláspontja megváltoztatására kényszeríti. A harmadik fő változó az az, hogy a nyugat támogatása kitart-e Ukrajna mellett, és a negyedik fő változó szintén a nyugattal kapcsolatos, a nyugati haditermelés elég gyorsan pöröge fel ahhoz, hogy képes legyen ellensúlyozni Oroszország jelenleg meglévő számbeli fölényét. Ukrajna, EU és NATO tagsága évtizedes távlaton belül nagyon furcsa lenne, ha megvalósulna. Több okból. Az a folyamatban lévő területi konfliktus az egyik. De ezen kívül mind a NATO, mind az EU tagságnak nagyon komoly politikai feltételei is vannak. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tisztelettel köszöntöm a Világrend című műsorunknak az ELTI nézőit, hallgatóit. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner munkatársa, és ezen a héten az ukrán háborúról fogunk beszélgetni. Múlt héten Resperger István és Tír Gábor volt a vendégem, élő közönség előtt felvett műsorral elemeztük a arcvonalakat, a háború lehetséges kifutásait, és ugyanezt a tematikát, majdnem ugyanezzel a kérdéssorra készültem, mert talán egy másik szempontot fogunk most megismerni Rácz András Oroszország szakértőtől, a Budapesti Korvinusz Egyetem Globális Tanulmányok Intézetének oktatójától. András, köszönöm, hogy bejöttél hozzá. Köszönöm, meghívás, ne vicce. És én az a kezdeném, hogy én még fél évvel ezelőtt összeszedtem, sőt, azóta is nézegettem az érveket a nyugati katonai elemzésekben, hogy az ellentámadásnak a megrekedésének milyen okai lehetnek. Én hatot így kiírtam, ha megengeded, ezt gyorsan így felolvasom tételszerűen, és kérem, hogy reagáljál rá, hogy te mit látsz okoknak, hogy miért lassabb, mint ahogy várták a nyugati támogatók, illetve maga az ukrán hadsereg. Ilyen okokat találtam, masszív orosz védvonal, aknazár, ami meglepte az ukránokat, az orosz felderítő drónok látják a csapat összevonásokat, tehát hirtelen meglepetésszerű támadásnak nincs esélye. A nyugati nehéz technikát azzal lepik meg az oroszok, hogy a GPS jeleket nagyon hatékonyan zavarják. Az orosz légierő ott van, az ukrán légierő gyakorlatilag nem létezik, tehát van egy orosz támogatás a saját frontvonalnak, az ukránoknak kevésbé. Nincs jelentős ukrán nagyhatótávolságú csapásmérőképesség, és végül pedig van egy 1000 kilométeres határszakasz, ahol a kapott nyugati technika ugyan hatékony, de 1000 kilométerre elosztva azon a 3-4 arcvonalon nem túl hatékony, hiszen kis számú mégiscsak. Hogyan reagálsz ezekre az érvekre? Alapvetően egyetértek velük, egyet vitatnék, azt elég erősen, azt, hogy ne lenne hatékony ukrán nagy hatótávolságú csapásmérő képesség. Tehát részben Ukrajnának saját fejlesztésű robotrepülőgépei is vannak, illetőleg ugye használja a brit-francia, ez egy ikertípus gyakorlatilag, a Storm Shadow per Scalp, ez ugyanaz a típus, csak az egyik a brit, a másik a francia, ezeket a robotrepülőgépeket, és ezekkel nagyon hatékonyan mért csapás többek között az orosz Fekete-tengeri flotta támaszpontjaira is. Véges számú ilyen van, nem tudjuk, hogy Ukrajna pontosan hány Storm Shadow-t kapott, vagy hánynak az átadása van éppen folyamatban, de ezek elég komoly károkat okoztak orosz oldalon, hogy a Fekete-tengeri flotta legkomolyabb hajóvesztességét például ezek az eszközök okozták. Tehát ezt az állítást, hogy ne lenne nagy hatótávolságú csapásmérő képesség, ezt vitatnám. A másik öt akkor stimmel? A másik öt a stimmel, viszont hozzáadnék egy hatodikat, sőt egy hetediket is. A hatodik az az, amit biztosan tudunk, hogy az ukrán haderőnek az átalakulása az láthatóan nem tudta elérni azt a szintet, hogy valóban képes legyen egy ennyire komplex támadó műveletet végrehajtani. Ugye már az ellentámadás kezdete előtt Mike Kaufman, Konrad Muzika és sok nyugati elemző is leírta, hogy ez egy szűk keresztmetszet, tehát az, hogy az ukrán haderő valóban képes-e mondjuk dandár szinti vagy dandárnál nagyobb léptékben is komplex gépesített támadó műveleteket végrehajtani. Mert nagyon komoly átalakuláson ment keresztül az ukrán haderő, ugye 2014 óta zajlik egy nagyon aktív haderőreform, hát tulajdonképpen 2014 óta háborúban állnak, ez mindig katalizálja az átalakulást, de ezzel együtt ez az átalakulás, ez a modernizáció, ez nem ért el azt a szintet, ami szükséges lett volna ennyire komplex műveletek végrehajtásához. Tehát ezt hozzáadnám, mint abszolút tényezőt. Igen, a hetedik. És azt, hogy az ukrán haderő nincs teljes, tehát az ukrán haderő nem volt eléggé felkészülve ez a művelethez, ezt tudjuk. A hetedik pedig olyasmi, amiről tudjuk, hogy ott van, de nem tudjuk a részleteket. Ez pedig az a kérdés, hogy hogyan történhetett meg az,
hogy ennyire alábecsülték az orosz védelem erejét. Tehát itt, hogy, de azt nem tudjuk, hogy pontosan milyen információkkal rendelkezett Ukrajna az orosz védvonalak erejéről, nem tudjuk, hogy a nyugat milyen információkkal rendelkezett, és nem tudjuk azt sem, hogy a nyugat mennyit adott át ezekből az információkból az ukránoknak. Tehát itt ez egy elég nagy kérdőjel, hogy ez a hetedik pont, ez pontosan hogyan jutottunk ide, hogy ez a, az orosz védvonalak ereje ennyire meg tudta lepni az ukránokat. Pedig a drón hadviselése az nem csak orosz oldalon játszik, hanem ukrán. Igen, a drón hadviselése az ők is láthatták, hogy ássák, fél éven keresztül ásták be magukat, háromszintű védvonal, igen. 20 km mélyen, aknazár, azt nem lehet észrevétlenül telepíteni. Igen, pontosan. És ezzel együtt valamiért Ukrajna úgy döntött, hogy elindítja az ellentámadást, és úgy, ahogyan az elején elindította. Hogy ez nem a döntés... nyugati nyomásra történt ez, András? Tehát nem egy amerikai elvárás volt, hogy siessetek, mutassatok eredményt, ez kell produkálni. Ez egy lehetséges magyarázat, de nem tudjuk, hogy ténylegesen így van, de nincs rá forrás. Amit tudunk, hogy ukrán politikai nyomás elsősorban az elnöki adminisztráció részéről volt. De az, hogy a tényleges döntés hogyan született meg, voltak-e például ukrán belső viták arról, hogy most kell elindulni, így kell elindulni, ezt egyszerűen nem tudjuk. Ezt majd a háború után fogjuk megtudni, amikor a történészek majd hozzáférhetnek ezekhez a forrásokhoz. Ami egy érdekes dolog, hogy ugye Ukrajna gyakorlatilag ilyen mélységi áttöréssel próbálkozott az első 3 hétben. Utána viszont egy nagyon markáns váltás következik be abban a harcászatban, amit Ukrajna követett, vagy követni próbált. Utána lelassul az ukrán előrenyomulás üteme, nem próbálkoznak tovább még azzal sem, hogy század erejű gépesített formációkat küldjenek neki az orosz védőállásoknak, hanem egy sokkal lassabb, sokkal fokozatosabb előrehaladásra állnak át. Tehát ott van egy markáns váltás a harcászatban. A veszteségek hatására talán, nem? Tehát, hogy ott, veszteségek hatására, a Bradley-ket is kilőtték az oroszok, tehát látták, hogy felmérték azt, hogy az első megközelítés nem jó, és elég gyorsan váltottak. De még azóta, időben egyébként? Tehát, hogy mihez képest időben? Az eredeti... stratégiát váltottak, az látszott, ezt amerikai források is megerősítették, sőt amerikai tanácsra váltottak, hogy ne legyen nagy veszteség. Ezt nem tudjuk, hogy amerikai ez... tanács volt-e. Tényleg itt együtt kell élni azzal, hogy egy csomó dolgot nettó nem tudunk. Erről a háborúról és az ukrán haderő képességeiről a legtöbbet az ukrán hadvezetés tudja. És nyilvánvalóan 3 hét hiába való próbálkozás után ők maguktól is rájöttek arra, hogy ez így nem jó. És akkor utána változtattak a harcászaton. Azóta egyébként teljesen koherensen követik ezt az újabb harcászatot, ezt a sokkal fokozatosabb harcászatot, csak hát ez nem tesz lehetővé gyors előrenyomulást. De lassút mennyi, milyen mértékben? Ugye ez a nagy kérdés, hogy ez a lassú és megváltoztató néhány stratégia. Néhány száz méter legfeljebb hetente, de néha annyi sem. Uh-huh. Ugye nagyon-nagyon erősek a kiépített orosz védelmi vonalak. Ugye a legelső nem is igazán vonal, hanem egy ilyen fedezőbiztosító öv, nem teljesen összefüggő állások sora, ezt Robotine Verbove térségében sikerült áttörni, és sikerült beékelődni az első kiépített védelmi vonalba is. Ugye Robotine és Verbove között ott van egy néhány kilométeres szakasz, ahol az első orosz védelmi vonalak ukrán kézre kerültek. De ezt a beékelődést, ezt nem sikerült továbbfejleszteni, sem a védelmi vonal felgöngyörítése mentén, sem pedig egy mélységi áttörés irányába, tehát ott megrekedt a frontvonal, augusztus közepe vége óta lényegében egy helyben van a front ezen a szakaszon, meg egyébként máshol meg még ennyit sem mentek előre. Nagyon kedvezőtlenek a telepviszonyok, nagyon erősek az aknamezők, és ugye mostanra pedig november közepén beszélgetünk, november vége felé beszélgetünk, most már az időjárás is nehezít bármiféle nagyobb vagy gyorsabb előrenyomulást. De az, hogy itt mi volt pontosan az ukrán terv, és mit tudtak az orosz védelem erejéről, ez egy kérdőjel, ezt egyelőre nem tudjuk. A Zaluzsnyi parancsnoknak, az ukrán hadsereg parancsnokának, Valeri Zaluzsnyinek ugye november elején 3 cikke is megjelent, ami részben ugye leírja az ellentámadás részleges kudarcba fulladását, részben elég sokat beszél az ukrán haderő problémáiról. Egy borzasztó érdekes dolog, például az ellentámadás elején azt tudjuk, és erre van forrás, hogy az ukránokat nagyon-nagyon meglepte, hogy Oroszországnak mennyire fejlett távolsági aknatelepítő rendszerei vannak. Tehát olyan eszközök, amivel több mint 10 km távolságban lehet aknamezőket telepíteni. Megtörtént, hogy előre nyomuló ukrán erők elé, de hogy szó szerint egy kanyarról eléjük telepítettek aknamezőt, elvileg már megtisztított területre. Az, hogy ennek a rendszernek a létez, hogyan lephette meg az ukránokat, ez egy borzasztó érdekes kérdés, egy nincs rá válasz. Tehát az általad felsorolt tényezőket egy kivételével elfogadom, és hozzáadok még kettőt,
Nagyjából ez a kép, de itt tényleg az a helyzet, hogy rengeteg dolgot nem tudunk még. Hogy kérdezem az anyagháborús összefüggést, amit sok magyar szakértő is veled együtt sokszor hangoztattak, hogy itt van egy aránytalanság, nyilván van egy mamut állam és egy kisebb állam, egy Ukrajna is hatalmas, de Oroszországhoz képest kicsi, mármint hogyha harcolni kell ellene. És az adatok szerint, hogy itt van a mondjuk a szárazföldi nehéz páncélos erőknél négyszeres túlerő, a bevethető, kiképzett katonák tekintetében úgy látom az adatokat, hogy négyszeres orosz fölény, akkor a haditengerészet, légvédelem, légierő tekintetében, mert több mint tízszeres orosz fölény van. Az általam látott adatok szerint. Hát, ha megcáfolod, elfogad, tehát én szívesen fogadom az adatokat, de a kérdésem nem is a konkrét adatokra vonatkozik, hanem inkább arra, hogy minden szakértő azt mondja, ahhoz, hogy egy átütő, ilyen mélységi védelmet átütni képes hadseregnek, ilyen háromszoros, két-háromszoros fölénybe kell lennie a védőköz képest. Itt, hogyha a kettő tényezőt összeadom, itt már a tényező, itt már majdnem, hogy csak ilyen 20-25-szeres hátrányban vannak az oroszok, nem tudom, össze lehet adni a két dimenziót. De egyszerűen reménytelennek tűnik az, hogy itt akár lesz egy téli vagy egy tavaszi hadművelet, egy ilyen anyagháborús helyzet, az ukránok bármit nagyon durva nyugati nehéz fegyverzet nélkül át tudnak valaha törni. Mi erről a véleményed? Hát ugye ezt több kérdést tettél fel egyszerre. Igen, tudom. Most ami a bevethető erők létszámát illeti. Itt ugye van eleve egy aszimmetria, hogy Ukrajna hadiállapotban van, Oroszország nincs. Ukrajnának minden erőforrása, minden bevethető katonája elvileg oda küldheti a hadszintére, hiszen hadiállapot van, ezt meg lehet csinálni. A gazdaság hadiüzemmódban működik. Tehát Ukrajna minden erőforrását mozgósítja, Oroszország esetében nem ez a helyzet. Tehát hiába tudjuk azt, hogy az orosz légierőnek mondjuk tízszer annyi repülőgépe van, mint épp aktuálisan az ukránnak, nem tudom egyébként, mert nem tudom, hogy hány működőképes gépe van Ukrajnának, tehát nem tudok pontos arányt mondani. De Oroszország nem küldhet minden gépet az ukrajnai háborúba, hiszen kellenek repülőgépek a Távol-Keletre, az északi sarki térségbe, a Balti-tenger térségébe. Tehát önmagában pusztán a rendelkezésre álló eszközök számát összevetni, az nem biztos, hogy teljesen előre visz. Azt érdemes nézni, hogy a frontvonalon mennyi erő van, illetőleg Oroszország még mennyi erőt tud a frontvonalra küldeni. És itt a támadáshoz szükséges erőfölény, háromszoros erőfölény szoktak mondani, ezt egy picit meg tudja komplikálni az, hogyha ha mondjuk technológiai különbség van, vagy jelentős technológiai különbség van a hadszól felek között, de mindegy, az egyszerűség kedvéért számoljunk háromszoros erőfölénnyel. Itt a zaporizsiai front szakaszon Ukrajnának nem volt meg ez a háromszoros erőfölénye. Amiben lehetséges, hogy bíztak, de ez megint olyan, amit tényszerűen nem tudunk. Amiben lehetséges, hogy bíztak, az egyrészt a nyugati kiképzésnek a fölénye az orosz kiképzéssel szemben, másrészt a nyugati fegyverzet fölénye, harmadrészt, és erre sporadikus forrásaink vannak, de ön igazán meggyőző bizonyítékot még erre nem láttam, de lehetséges, hogy volt egy olyan tényező, hogy abban is bízhattak, hogy a nyugati eszközök megjelenése hadszintéren az esetleg pánikot vált ki az orosz katonák között. Egy-egy ilyen tanúvallomásszerű vagy ilyen interjúból ez a harmadik szempont is kirajzolódik, de mondjuk ezt leírva még nem láttam. Úgyhogy mondjuk elsődleges forrásban ez, vagy hivatalos forrásban ez szerepelne. Tehát nem volt meg az eredeti háromszoros ukrán erőfölény, és akkor ez elvezet ahhoz a kérdőjelhez, amit az elején mondtam, hogy nem tudjuk, hogy milyen motivációk mentén született meg az ukrán döntés. Van egy nagyon érdekes magyarázat erre a bizonyos harcászatváltásra, amit Ukrajna nagyjából a harmadik héttől végrehajtott. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanít, a Hadtudományi és Honvédtiszt képzőkaron Takács Márk százados, lövésztiszt eredetileg, és tehát olyas valakiként tanít harcászatot, aki tényleg tudja is, hogy miről beszél. És Takács századosnak van egy olyan magyarázata, hogy lehetséges, hogy az történt, hogy ez az első három hét, ez arról szólt, hogy az ukrán katonai vezetés meggyőzze a politikai vezetést, hogy ne erőltessék a gyors áttörés szándékát, mert úgysem lehetséges. És ha Takács századosnak ebben igaza van, akkor és egyelőre nem látszik olyan jel, ami egyértelműen azt mutatna, hogy ez a magyarázat téves. Itt ez megint egy pici formális logika. Attól, hogy nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy téves, ez még nem jelenti azt, hogy helyes. Most ott tartunk, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy téves. Tehát a Takács százados féle magyarázat, az lehetséges, hogy helytálló, és akkor ha ez helytálló, akkor három hétbe tellett az ukrán politikai vezetésnek megérteni, hogy nem nagy áttörést nem lehet csinálni, hagyjuk dolgozni a katonákat. És akkor ezt követően áll át Ukrajna arra a harcászatra, amit azóta is látunk, nagyon lassú előrenyomulás, tényleg szakasz erővel, néha század erővel legfeljebb, naponta néhány métert, néhány tíz métert, néhány száz métert előre haladva,
és ehelyett a helyi tüzérségi fölényre alapozva az orosz erők felőrlésére törekedni. Ebben egyébként sikeresek voltak. Tehát azért az ellentámadás azt elérte, hogy orosz oldalon annyira súlyos veszteségeket okoztak, hogy a végén már Oroszország arra, hogy pont ezt a Robotine Verboven vonalat tudja tartani, a végén már ugye a Pszkovi 76. gárda ejtőegynős rohamhadosztály egységeit kellett, hogy bevesse. Tehát elit orosz ejtőegynősöket vezényeltek a frontvonalra. Érdekesség, a 76-osoknak az egyik ezred a mai napig ott van a Robotinétől délnyugatra, vagy hát legalábbis ma reggel még ott volt. Tehát tudtak olyan súlyos veszteséget okozni, hogy Oroszország tényleg a legelitebb egységeit volt kénytelen bevetni annak érdekében, hogy a vonalakat tartani tudja. Tehát az okozott veszteségek tekintetében, ami nyilvános forrásunk van, itt az ellentámadás olyan értelemben sikeres volt, hogy nagyon-nagyon komoly veszteséget okozott az oroszoknak, emberben és anyagban is. Ukrán hivatalos források, és nyilván itt ott van, hogy ezt mennyire tekintjük hitelesnek, azt mondják, hogy az ellentámadás során nagyjából 5-1 volt az orosz-ukrán veszteség aránya. Bakhmutnál annak idején 7-1 meg 9-1. Tehát az 5-1 is sok, nyilván, de nem annyira sikeres, mint amit mondjuk Bakhmutnál láttunk. És amit mondtál az elején a felőrlő hadviselésről, ugye Zaluzsnyi tábornok a cikkében ezt le is írja, ezt nagyon ajánlom minden olvasónak egyébként, hogy ezt érdemes elolvasni, ezt a 3 Zaluzsnyi cikket. Ő le is írja azt, hogy a felőrlő hadviselést Ukrajna igazán hosszú távon nem fogja bírni. Mert Oroszországnak sokkal több erőforrása van, és különösen akkor, ezt Zaluzsnyi így nem írja, de nagyon sokan mások mondják, és valós egyébként, hogyha Oroszország is változtat a jogi helyzeten, és mondjuk hadiállapotot hirdet, akkor lehetővé válik az, ami most még nem lehetséges, hogy Oroszország tényleg minden erőforrását a háborúra fordítsa. Ha lesz ilyen, tehát ha Oroszország hadiállapotot hirdet, erre nyilván az elnökválasztás előtt nem fog sor kerülni, tehát március 17-e előtt nem fog sor kerülni, de utána már elképzelhető, az nagyon-nagyon megváltoztatna a fennálló helyzetet. Milyen tekintetben? Tehát gyorsítaná az ukrán kódolható vereséget, vagy milyen tekintetben? Továbbra sem biztos, hogy kódolható az ukrán vereség. Én nem nagyon látom ezt a logikát, hogy miért vagyunk abban biztos, hogy ukrán vereséget szenved. És most előjön bennem a hadtörténész, fontos megérteni azt, hogy az, hogy egy támadó művelet nem sikerül, ez nem jelenti azt, hogy az adott ország elvesztette volna a háborút. Hát ugyan már miért jelenteni? A hadtörténelem tele van olyan esetekkel, amikor valamelyik harcoló fél megpróbálkozik egy relatíve nagy offenzívával, ez nem sikerül, de ettől még az adott harcoló fél nem omlik össze. Ugye, itt felvetődik egy nagyon fontos kérdés, hogy az ukránok és az oroszok, vagy az ukránok mögött álló amerikai nyugati finanszírozók mit tekintenek, milyen állapotot és milyen végkifejletet tekintenek megnyert vagy elvesztett háborúnak. És akkor ezt a végére szántam, de ha így behozod a képet, talán varjuk el itt a szálat, hogy akkor mit? Milyen állapotot? Ugye ez megint több kérdés egyszerre. Uh-huh. A nyugati álláspont, és itt nyugati, tehát nincs is egységes nyugati álláspont, mert az Egyesült Államokon belül is vita van, az EU-s tagországokon belül is vita van, de ha feltételezzük, hogy volna valamiféle egységes nyugati álláspont, ezt nagyjából úgy lehet összegezni, hogy az a győzelem, ami Ukrajna számára elfogadható. Mert ugye minden más az azt jelenteni, hogy mi ráoktrojáljuk a saját akaratunkat Ukrajnára. Ami nyíltan csinálva, nagy léptékben csinálva, politikailag nagyon nehezen vállalható. Tehát ugye Ukrajna álláspontja egyszerű, azt mondják, hogy a cél az 1991-es határok visszaállítása, tehát a Krím visszaszerzése is. Most amit tudunk erről, hogy az ukrán társadalom legnagyobb része továbbra is ezt tartja a reálisan elérhető célnak. Tehát ezt a 91-es határok visszaállítását, ez az, amit kívánatosnak tart. Tehát az ukrán vezetés mögött ez a támogatás. Azt mondod, hogy reális, de ez egy érzelmi cél, nem? Hát a reális cél az egy álló háborúban hogyan lehet a 91-es határ visszaállítás? Tehát hadd mondjam végig. Igen. Csak érted a logikát, hogy a jelen állásban ez egy fantazmagóriának tűnik. Jelen állásban ott tartunk, hogy mindkét fél elég erős ahhoz, hogy hatékonyan védekezzen, és egyik fél sem elég erős ahhoz, hogy hatékonyan támadjon. Itt a kérdés igazából az egyik fő változó az, hogy hirdete Oroszország hadiállapotot. A másik fő változó az az, hogy történik-e Oroszországon belül olyan nem várt változás, ami a Kremlt a háborúval kapcsolatos álláspontja megváltoztatására kényszeríti. A harmadik fő változó az az,
hogy a nyugat támogatása kitart-e Ukrajna mellett, és a negyedik fő változó szintén a nyugattal kapcsolatos, a nyugati haditermelés elég gyorsan pöröge fel ahhoz, hogy képes legyen ellensúlyozni Oroszország jelenleg meglévő számbeli fölényét. Most olyan kérdéseket tettél fel, amiket nagyon kíváncsi lennék, ha egy egyesével megválaszolnál. És furcsa módon egyébként az ukrán álláspont ehhez a négyhez képest sokkal statikusabb. Az ukrán álláspontot lehet már-már állandónak tekinteni ehhez a négy változóhoz képest. Ami ezt a négy változót illeti, Tamás, őszintén nem tudom. Ha tudnám, hogy hirdete Oroszország hadiállapotot, akkor vagy eléggé gazdag lennék, vagy eléggé halott, de biztosan nem beszélhetnék róla. Egy szempontot akkor egyre kapcsolatban hagyd mondjak, mert vannak szakértők, akik azt mondják, hogy azért nem valószínű, hogy hadiállapot beáll és háborúvá deklarálja a Krám a különleges hadművelet státuszt, mert igazából ez az amerikai forgatókönyv lenne. Mert Amerika azt akarja, hogy Oroszország végletesen meggyengüljön egy őrlő háborúban, erre használja fel az ukrán hadsereg, ez a narratíva, amit most itt interpretálok, és annak az lenne az lényege pont, hogy az oroszok gyengüljenek, őrüljék a saját erőiket, és egy háborús helyzetben még inkább be kéne vetniük az igazi fegyvereiket, a raktáraik kiürülnének, és ez Amerika érdeke lenne. Ez egy narratíva, nem tudom, erről mi a véleménye. De ez nem áll össze, ez fogalmilag pont az. Ennek ugye az a lényege, hogy Oroszországnak ez a mostani félerővel megvívott háború is elegendő, hiszen 150 kilométerre beljebb tartják a határt, van egy pufferzóna, ami Ukrajna területrablással elértek egy agresszióval. Ez neki tökéletesen elég, hogy ezeket az erőket, ami nem háborús erők, bevetésével Ukrajnát gyakorlatilag ott tartják, ahol. Ukrajna nem tudja beljebb tolni a határokat, Oroszországnak ez egy köztes állapot, ami megfelelő. De ez az orosz félerő, ez egy mítosz, ez ostobaság. Milyen erőt nem vetett még be Oroszország? Milyen hagyományos erő van, amit még nem vetett be? Ez a kérdés, hogy háborús állapotban mit vetne még be? Tehát háborús mi az, ami a torsolyban? Háborús állapotban kettő dolgot tudna csinálni a mostani helyzethez képest. Sokkal több embert tudna mozgósítani, hiszen akkor onnantól a háborús állapotban kötelező általános hadkötelezettség lépne érvénybe. Jelenleg ugye egy mozgósítást csináltak, a tavaly őszi 300 000 fős mozgósítás, ami extrém módon népszerűtlen volt. Nem véletlenül nem csináltak azóta újat, nem véletlenül mondják azt az orosz elemzék is, hogyha lesz mozgósítás, akkor az csak az elnökválasztás után lesz. Tehát egyik dolog, amit tudnak csinálni, hogy sokkal több katonát mozgósítanak. Itt van két szűk keresztmetszet, nincs, sőt három szűk keresztmetszet, nincs már elég kiképző, nincs már elég tiszt és tiszt helyettes, aki vezetné ezeket az embereket a harctéren, és egyáltalán nem biztos, hogy van elég felszerelés. De ez haditechnika? Bocsáss meg. Haditechnika? Beleértve ezt is. Igazából a kérdésem arra vonatkozott, hogy van-e olyan haditechnika a tarsolyba, amit egy státuszváltással, tehát háború deklarálásával a különleges hadművelet helyett elő kell, hogy rukkoljanak vele, és gyorsan döntésre viszik a hancét. Van-e olyan haditechnikájuk, amivel nem rukkoltak el? Általában segít, hogyha hagyod végigmondani. Mert ugye, ha folyton félbeszakítasz, akkor egyetlen gondolatnak sérünk a végére, és egyrészt összezavarja a nézőket, másrészt picit kellemetlen is. A másik dolog, amit Oroszország tudna csinálni hadiállapot esetén, az, hogy teljes egészében átállítja a gazdaságot haditermelésre. És itt jön be a haditechnika kérdése. Ha teljes egészében átállítja a gazdaságot haditermelésre, akkor teljesen polgári üzemeket is át lehet állítani, mondjuk lőszergyártásra vagy eszközgyártásra. Jelenleg is egy nagyon erősen militarizált költségvetés van, ugye a jövő évi orosz költségvetésben több mint 30% a katonai erőirányzatok aránya, ez már majdnem a szovjet szint. De hivatalosan még nincs hadiállapot. És ha hadiállapotot hirdetnek, akkor fel tudják pörgetni a haditermelést. Itt jön be a kérdésedre a válasz, hogy lenne olyan új eszköz, amit be tudnának vetni. A válasz az, hogy nem. Technológiai korlátok vannak. Tehát új eszközt már nem nagyon tudnak a jelenleginél gyorsabb ütemben gyártani, viszont a régiből, aminek a gyártására technológiailag képesek, abból többet tudnának gyártani. Tehát nincs már olyan orosz csodafegyver, amit eddig nem vetettek volna be. Fontos, nincs olyan hagyományos fegyver. Tehát tömegpusztító fegyverből eddig vegyi fegyvert vetettek be nagyon kis számban, ugye több esetben volt könnygáz alkalmazás, illetőleg ugye a foszforos gyújtólövedékeknek is van vegyi hatása, ugye ahogy a foszfor keveredik a levegő páratartalmával, az egy vegyi hatású körülött eredményez. Tehát például tömeges vegyi fegyver alkalmazás nem volt, nyilván biológiai fegyver alkalmazás sem volt, és nukleáris fegyver alkalmazás sem volt. De hagyományos, tehát tömegpusztító fegyverek terén tudnak eszkalálni. Azt, hogy hagyományos fegyverek terén én nem tudok olyan fegyverrendszer, amit nevetettek volna be. Fura módon egyébként még az Armata harckocsit elvitték Donyeckbe, még nincs is kész egyébként, az Armatát legalább egyszer bevetették tűztámogató szerepkörben, tehát az Armata néhány ezer méterről adott le ágyülövéseket az ukrán állásokra. Én nem látom azt, hogy itt Oroszország félerővel harcolna.
Tehát ugye az ukrán vesztesség adatok szerint több mint 300 ezer orosz katona halt vagy sebesült meg. Ezeket túlzónak szokás tekinteni. Mondok valami érdekeset. Én nagyjából havonta járok Ukrajnába. Nem a legutóbbi utamon, hanem az egyel előtte levő úton sikerült interjúzni az Európai Unió tanácsadó missziójával Kijevben. Ők több mint 300-an vannak, segítik az ukrán biztonsági szektor reformját a haderőn át, a rendőrségen át, a haderőtől rendőrségen át mindenféle egyéb szektorokig, és egyébként megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak az ukránok által közölt veszteség adatokról. És azt mondták, hogy nagyságrendileg pontosak. Tehát az a 300 ezer plusz orosz veszteség, ha azt mondjuk, hogy csak 20%-a túloznak az ukránok, az is azt jelenti, hogy Oroszország totál vesztessége bőven 200 ezer fölött van. Az nagyobb, mint a komplett támadó kontingens. Ez a halott és a reménytelenül súlyos sebesülteket jelenti. Én nem láttam, hogy ez az ország fél erővel harcolna. Tehát ez a haditechnikára vonatkozott a kérdésem. Nyilván emberanyagban még van utánpótlásuk. De a minősége annak az emberanyagnak folyamatosan csökken. Hiszen nincs, aki kiképezze őket, a tisztek és a tiszt helyettesek közül nagyon-nagyon sokan meghaltak a háború elején. Hát amit látunk akár Avgyívkánál, vagy akár idén tavasszal Bahmutnál, hogy minimálisan kiképzett szerencsétleneket küldenek meghalni. És nem azért, mert gonoszak lennének. Tehát itt nem hiszem, hogy moralizálni kéne, hogy Oroszország mindig is ágyütöltelékként küldte az embereket harcolni, mert gonosz vagy, mert ilyen. Nem, azért csinálja ezt, mert erre képes. Ha lennének jobban kiképzett emberek, és jobban ki tudnák képezni azokat az akár Stormzy egységeket, vagy korábban ugye a Wagner betoborzott fegyenceket, akiket beküldött tényleg ágyütölteléknek, biztos, hogy megtette volna. De itt tehát ennek az emberanyagnak a minősége ez folyamatosan csökkent. Tehát az, hogy tiszteket, meg tapasztalt tiszt helyetteseket nem tudsz semmiből csinálni. Hiába teszed rá a figura vállára az őrnagyi csillagot, pont ugyanolyan hülye lesz, mint egy nappal korábban. Ahhoz, hogy egy tapasztalt csapattiszted legyen, az 10-15 év. És ukrán oldalon hogy áll ugyanez a utánpótlási helyzet? Ukrán oldalon is súlyosak a vesztességek, ugye az arról még kevesebbet tudunk, mint az oroszról. Ami ugye nyugati forrásokra lehet valamennyire támaszkodni. Nyugati forrásokban már elhangzott olyan, hogy Ukrajnának legalább 70 ezer halottja van. Lehet, hogy több, de egy 70 ezeres számunk már van hivatalos nyugati forrásból. Elhangzott már 110 ezeres halott és súlyos sebesült szám, és ugye ez a kettő nem azonos. Amit tudunk, hogy az ukrán vesztesség kisebb, mint az orosz. Onnan is tudjuk egyébként, hogy ha ilyen tragikusan magas ukrán vesztességek lennének, biztos, hogy az oroszok mutogatnak. És igazából az ellentámadás során is, most ez végtelenül vulgárisan fog hangzani, olyan nagyon nagy ukrán hullahegyeket nem láttunk. Aknára futott meg sérült harcjárműveket, azt láttunk sokat. De egyébként az orosz források is leírják, hogy a nyugati technikában sokkal nagyobb esélye marad életben a személyzet. Tehát amit tudunk az ukrán vesztességekről, hogy alacsonyabb, mint az orosz, szignifikánsan alacsonyabb, de még így is elég magas. Ugye a pontos számot nem tudunk, ilyen áttételes számaink vannak, hogy Ukrajnában a háború kezdete óta plusz 300 ezer körüli új művégtagra van szükség. Ez nem azt jelenti, hogy 300 ezer katona vesztett el egy lábot, mert lehet, hogy valakinek több végtag kell, meg van egy csomó sebesült civil. Tehát ezek ilyen áttételes számok, becsléseket lehet adni. Én azt gondolom, hogy a totál vesztesség, tehát a halott és a nagyon súlyos sebesült, ukrán oldalon az valahol 100 és 150 ezer között lehet, de simán lehet, hogy ebben tévedek. Tehát tényleg egy csomó dolgot nem tudunk. Amiben viszont különbség van. Ukrajna nagyon jelentős kiképzési és felszerelésbeli segítséget kap a nyugattól. Mostanra bőven túl van az 50 ezeren azon nyugati katonák száma, akik nyugaton kaptak kiképzést. Ukrán katonák száma, akik nyugaton kaptak kiképzést. Tehát csak az Európai Unió azt ambicionálja, hogy idén év végéig legalább 40 ezer ukrán katonát képezzenek ki az EU-ban. Nagy-Britannia egyedül 30 ezeret képzett ki. Ugye Németországban is folyik kiképzés, Lengyelországban is, Litvániában és az Egyesült Államokban is. Tehát kiképzés tekintetében az újonnan mozgósított ukrán katonáknak jobb esélye van arra, hogy szakértéktől, hogy hozzáért embereknek attól, hogy ők adnak kiképzést, mint az oroszoknak. Oroszországnak egyetlen ország ad kiképzési támogatást, Belarusz. De egyrészt Belarusz pici, másrészt a belarusz hadsereg, ez nagyon meglepő lesz, a belarusz hadsereg Európa legtapasztalatlanabb hadserege. A
belorusz hadsereg soha nem harcolt. Még éles külföldi misszióban is egyetlen egyszer voltak csak 22. januárjában Kazaksztánban pár száz ember néhány napig. Tehát a belorusz hadseregtől, amit az orosz újonc meg tud tanulni, az alapvető alakiság és minimális fegyverkezelési ismeretek, de ennyi. Ugye a tavasz és nyár folyamán összesen Oroszország egyidejűleg körülbelül 10-12 ezer katonát tartott Belarusban, ezeknek körülbelül fele kapta meg ezt a belarusz alapkiképzést. Ez egy teljes nagyságrenddel kevesebb, mint amennyi ukrán nyugati kiképzést kap. Köszönöm szépen, akkor ezt összefoglalod. Egy dolgot még nagyon érdekelne, hogy a nehéz technika érkezése nélkül még a kiképzett ukrán erők se tudnak az már megbeszélt nagyon erős orosz védvonalak ellen fellépni. Most az ukrán igényeket ismerjük, ez mindig magasabb, mint amennyit a Nyugat vagy Amerika tudna szállítani. Persze. Hol látod azt az egyensúlyt, egyetlen pozitív vagy negatív az egyensúly, ami mondjuk tavasszal eldöntheti azt, hogy az ukránok át tudnak-e törni. Mennyi haditechnika kell ahhoz, és milyen hajlandóság van, látva az álló háborúvá való alakulást, hogy Amerika belátja, mondjuk ott is elnökválasztás lesz, kicsit az esélyeket ez rontja, de hogy Amerika és az európai államok felajánlása nagy lelkűbb lesz. Csak azért, hogy meglökjék egy kicsit az arcvonalakat. Én ezt tartom a legvalószínűbb forgatókönyvnek, igen. Hogy ez bekövetkezik? Igen, tehát hogy a picit ez a Concorde dilemmára is emlékeztet. Ugye ez a Concorde szuperszonikus utasszállító repülőgép fejlesztésénél volt ez a dilemma. Sokkal drágább volt a fejlesztés, és sokkal tovább tartott, mint gondolták. Concorde dilemmának azt szokták hívni, hogy már annyi erőforrást öltünk ebbe a projektbe, hogy innen már nem szabad abba hagyni. Tehát részben játszik ez a tényező is, részben pedig az teljesen valós, hogy az Európai Unió és a NATO biztonsága szempontjából elemi érdek, hogy Ukrajna leszenvedjen vereséget. Tehát itt ezért mindent meg kell tenni, és a nyugodt gyakorlatilag mindent meg is tesz, leszámítva azt, hogy reguláris harcoló erőket küldene. Minden mással támogatjuk Ukrajnát, nem annyira, mint az ukránok szeretnék, nyilván, de egy háborúban álló országnak az igényei mindig magasabbak, mint a reálisan elérhető. Én arra számítok, hogy a nyugati katonai támogatás az alapvetően ki fog tartani. Annál is inkább, mert a katonai támogatás legnagyobb része az bilaterális alapon zajlik. Másképp fogalmazva, egy-egy tagállam nem tudja megvétózni. Tehát amíg mondjuk az Európai Unió béke alapjának a katonai támogatásra való használatát, és most így zárójelben jegyezzük meg, hogy ez azért egy kicsit paradox, hogy a béke alapból veszünk fegyvereket Ukrajnának, mindegy, zárójel bezárva, például egy béke alap működését egy-egy tagállam tudja vétózni vagy lassítani. De mivel a fegyverek legnagyobb részét két oldalú alapon szállítják, Nagy-Britannia egyezik meg Ukrajnával, Németország egyezik meg Ukrajnával, ezt egy-egy másik ország nem tudja megvétózni. Például azt, hogy most a szlovák kormány bejelentette, hogy nem szállít fegyvert Ukrajnának. Egyrészt önmagában ez sem teljesen így van, tehát most már finomodott a szlovák álláspont, az a szlovák álláspont, hogy a szlovák hadsereg készleteiből Ukrajna ingyen nem kaphat fegyvert. De mondjuk a szlovák hadipar a továbbiakban is szállít Ukrajnának. Meg annak a Csehországnak alkatrészeket, ahonnan aztán mennek ezek a fegyverek Ukrajnába. Tehát igazából a katonai támogatás fenntarthatósága szempontjából a legnagyobb játékosokat érdemes figyelni. Ugye a sorrend most úgy néz ki, honnan tudjuk, ugye van a Ukraine Support Tracker nevű projekt, ugye a Kieli Világgazdasági Intézet csinálja. Ha nézők rákeresnek, Ukraine Support Tracker, és nagyon komplex grafikonokat lehet látni, katonai támogatás, gazdasági, humanitárius, mi egymás. Katonaiban első helyen az Egyesült Államok nyilván, második helyen már Németország. Több mint 17 milliárd euró érték katonai támogatással. Harmadik helyen Nagy-Britannia, és akkor utána a többi ország. Itt a német támogatásról egyelőre azt tűnik valószínűleg, hogy kitart. Az amerikai támogatásnál, mondjuk hálaadás után indulnak újra a viták. Összességében furcsa lenne, hogyha az Egyesült Államok teljesen elvágnak katonai támogatást. Annál is inkább, mert ez egy nagyon komoly hadipari megrendeléseket is jelent. Annak az amerikai hadiparnak, amelynek a támogatását egyébként Trump mindig is a zászlójára tűzte. Itt, ha megengedem. Támogasd a hazai ipart. Igen, elnökválasztás, egy nagyon erős republikánus fék van a kongresszusban. Ki tudja, hogy kinyeri a választást, és hogyha Trump, akkor ott mi lesz? Ez egy kérdés. A másik pedig az, hogy a gázai, az Izraelnek a bajba kerülése mennyire vonja el a feltételezett amerikai segítséget a közeljövőben Ukrajnától. Fordított sorrendben válaszolok. Én sosem kommentáltam az izraeli-palesztin konfliktust személyes érintettség okán, ezt most nem szeretném megtenni, úgyhogy nagyon-nagyon röviden csak, amit erről olvasni lehet, senki nem számít különösebben hosszú háborúra.
ennek néhány hónapon belül remélhetőleg vége. Ebben a néhány hónapban nyilván a katonai segítségben van egy zéró összegű játszma dimenzió. Amil összert Izraelnek szállítasz, azt nem szállítanod Ukrajnának. De ha igaz az, hogy néhány hónapon belül a konfliktus ilyen vagy olyan módon véget ér, már pedig ha Libanon vagy Irak nem lép be, vagy pontosabban a Hezbollah nem lép be a háborúba, vagy Irán nem lép be a háborúba, akkor néhány hónapon belül ennek vége. Ez az zéró összegű játszma dimenzió, ez véget fog érni. Tehát jelenleg Ukrajna egy picit kevesebb lőszert kap, mint amennyit kapna, hogyha nem lenne az izraeli-palesztin konfliktus, de ez az állapot rövid időn belül befejeződik. Néhány hónap, remélhetőleg. Ami az amerikai elnökválasztást illeti, ott ugye ha Trump nyer, és itt három elég nagy ha van, egy, ugye ha az ellene folyó eljárások a felmentésével zárulnak, kettő, ha ő lesz tényleg a republikánus elnökjelölt, és három, ha nyer. De ha mind a három ha megvalósul, akkor is az újabb Trump adminisztráció a legelső döntéseit 2025. január végén tudja meghozni. Mert ugye akkor iktatják majd be a 2024. novemberében megválasztott elnököt. Az még több, mint egy év. Egy év és két és fél hónap. Tehát az még nem most lesz, hogy a Trump adminisztráció esetleg változtat az Ukrajnának nyújtott támogatáson. És ráadásul egyébként, ha visszagondolunk az első Trump időszakra, ugye 2016-tól 2020-ig. Az első Trump adminisztráció lényegesen keményebb volt az oroszokkal, mint mondjuk a demokrata adminisztráció Obama alatt. Ukrajna Trump alatt kezdett először halálos fegyvereket kapni. Meggyőzték Trumpot, úgy tudom, a tanácsadói, igen, hogy az alapállásmódját megváltoztatta, látta, hogy Ukrajnát segíteni kell. Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy helyes automatizmusnak tekinteni azt, hogy ha Trump nyer, akkor leállítja a támogatást. Mégis mire alapozzuk, kollégák? Arra, hogy Trump ezt mondta. Tehát néhány dolgot mondott, meg néhány dolognak már az ellenkezőjét is. Tehát amire a döntéseinket, vagy amire az értékelésünket tudjuk alapozni, az az, hogy egyrészt az előző Trump adminisztráció hogyan működött, és egyáltalán nem volt puha az oroszokkal. Másrészt arra, hogy a Trump körül várhatóan felsorak, vagy csatarendbe álló republikánus tanácsadó elit mit gondol az oroszokról. És ez a republikánus pártnak orosz irányban erősen a héja szárnya. Tehát egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a Trump adminisztráció jelentősen csökkenteni az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást. Visszautalva arra, amit az előbb mondtam, az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás óriási megrendeléseket jelent az amerikai hadiparnak. Munkahelyeket teremt. Bring back the jobs, ugye, hogy hozzuk vissza a munkahelyeket Amerikába. Aminek Trump adminisztráció szerintem nagyobb eséllyel változtat, az a pénzügyi támogatás. Tehát egy picit lejjebb csavarja az Ukrajnának nyújtott pénzügyi segélyeket, ergo Európának kell majd többet költenie pénzben. De arra, hogy a katonai támogatás érdemben csökkenne, én nem számítok, utolsó gondolat már csak azért sem, mert az eddig folyósított támogatások, ugye nagyjából 100 milliárd dollár körül van, kicsit kevesebb, 82-85, attól függ, hogy számoljuk, ugye ezért cserébe az az orosz hagyományos fegyveres erő, ami a legnagyobb fenyegetést jelentette a NATO-ra, egy másfél évtizedre nagyon jelentősen meggyengül. Amit tudunk az orosz veszteségekről, a veszteségek 95%-át a szárazföldi haderő nem, illetőleg a légideszant haderő nem, tehát fegyver nem szenvedi el, haderő nem. Ugye Oroszországban a légideszant az külön kezelődik, tehát nem a szárazföldi része, nem a légi része, hanem egy külön kategória. A veszteségei 95%-át ezek szenvedik el. Egy másfél évtized, amíg ezt helyre tudják hozni, amíg ezt tudják pótolni, akkor, ha a háború most véget ér. Ugye Oroszországgal nukleáris fegyverzet tekintetében a nyugat paritásban van. Légierő tekintetében a nyugat sokszoros fölényben van, a flotta tekintetében, haditengerészeti erők tekintetében a nyugat szintén sokszoros fölényben van. Egyetlen olyan terület volt, ahol Oroszország regionálisan, különösen a balti térségben meghatározó fölényben volt, ez a szárazföld. Pont ezek az orosz szárazföldi erők véreznek ki Ukrajnában. Végtelenül cinikus leszek, úgy egyébként ez befektetésnek sem feltétlenül rossz. Tehát véges mennyiségű pénzért cserébe a nyugat azt kapja, hogy az az orosz szárazföldi haderő, ami a legkomolyabb fenyegetést jelentette, egy másfél évtizedre bénakacsává válik. Gyakorlatilag megválaszoltad a 20 perc ezelőtt feltett kérdésem, mert az a narratív, amit idéztem, az gyakorlatilag majdnem ezt a forgatókönyvet, igen, mondja, hogy nem szabad az oroszoknak mindent felélni, felégetni,
ebben az felörlő háborúban, mert a hosszú távon nagyon nehéz helyzetben. És ezzel együtt azt látjuk, hogy mindent felégetnek. És azért ellentmondás, skizofrén vagy, vagy nem is tudom, mi a jó szó erre, hogy igazából most az összes elemzés arról szól, hogy az ukránoknak nem sikerül az ellentámadás. Rövid távon azt látjuk, mint egy kudarcos ukrán manőver lenne, és hosszú távon viszont, ha jól értelek téged, akkor te az oroszoknak rosszabbul áll az ászló, úgy mondod. Mondtam ezt a négy változót. Kulcsfontosságú ez a négy változó, ezek döntik el, hogy hosszú távon kinek áll az ászló. Tamás, szerintem most pillanatnyilag nincs ember, aki ezt pontosan tudná. Aki azt állítja, hogy pontosan tudja a végkifejletet, az vagy hazudik, vagy hülye, vagy mindkettő. Itt négy olyan változó van, amit jelenleg nem lehet 100%-os biztonsággal előrejelezni. Ez egy olyan szakma, ahol el kell fogadni bizonyos dolgokat, nem tudunk, vagy hogy többféle forgatókönyv van. Tehát én mindenkit óvnék az ilyen nagyon nagy igazságok kinyilatkoztatásától. Itt egy csomó olyan dolog van, amit folyamatosan kell figyelni, és attól függ, hogy ezek a változók hogyan alakulnak, ez befolyásolja a végkifejletet. Figyelj, tehát Magyarországon legalább egy tucatnyi magát szakértőnek nevező ember van, aki abból csinál karriert, hogy hetente megjövendöli az ukrán hadsereg tragikus összeomlását. És amikor az ukránok tényleg elszúrnak valamit, akkor az illetők pedig verik a mellőket, hogy na hát, hogy megmondtam. Bocsánat, ez szakmailag nulla. Ez egy sokkal komplexebb játék ennél. Nem lehet biztosan megmondani, hogy ki nyeri ezt a háborút. Nincs ember, aki pontosan tudná, egyébként sem Moszkvában, se Kijevben. Igen, és hogyha mégis, hogy nem százalék, az nem várjuk senkitől, hogy 100%-ra mondjon egy víziót, de mondjuk ilyen 20-30%-ra a mostani trendekből mit lehet mondani? 25-26-os év lesz, amikor lezárulhat, és hogyan? Tűzszünettel, területvesztességgel? Tehát idő és kimenetelben mit mondanál most itt 23 novemberben? Nyilván nem ragozom azt, hogy mennyi minden, nem tudtuk, mert ezt már kétszer elmondtam. Igen, azt mindenki látja. Én arra számítok, hogy ha nem történik valami váratlan fejlemény Oroszországban, akkor ez még legalább 2 év. Nem látszik az, hogy Oroszország elég erős lenne Ukrajnához képest ahhoz, hogy nagy áttörést el tudjon érni, de az sem látszik, hogy Ukrajna akár mekkora is a nyugati támogatás egy éven belül elég erős legyen ahhoz, hogy jelentősebb területeket szerezzen vissza. Ez soká fog tartani. Pont ez a tragédia egyébként az ukrán ellentámadás kudarcában. Ha sikerült volna az, amit a legvérmesebb ukrán nacionalisták gondoltak, valószínűleg nem volt reális, most már tudjuk, hogy nem volt reális, de ha sikerült volna gyors nagy vereséget mérni az oroszokra, adott esetben bejutni a Krímbe, akkor lehet, hogy lett volna esély Moszkvát tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, mondjuk a Donbass státusza kapcsán, vagy a Krím orosz lakossága kapcsán. De így, hogy nem sikerült az ellentámadás, és a frontvonalak a következő fél évben várhatóan eléggé statikusak lesznek, az ellentámadás kudarca a háború elhúzódását jelenti. Ez, amit biztosan tudunk. Az elhúzódás azt jelenti, hogy tavasszal megint lesz egy ellentámadásnak címkézett ukrán manőver. Tavasszal-nyáron, igen. Tavasszal-nyáron megint lesz egy. És utána majd lesz megint fél éve később megint, és húzódik 2 éven keresztül. Az, hogy jövő ősszel mi lesz, az attól függ, hogy a tavasz, hogy jövő tavaszi és nyári ukrán műveletek hogy alakulnak, illetőleg, amit Oroszország kapcsán mondtam, hogy csinálnak-e akár hadi állapotot, akár újabb mozgósítást. Nem látjuk előre pontosan a jövőt, azt tudjuk, hogy ha nem történik váratlan dolog, akkor ez még nagyon sokáig fog tartani. András, itt az adás végén akkor hagyd kérdezzem meg, amit részben érintettünk, de talán ezt még azért konkrétabban meg lehetne fogalmazni, hogy mi számít ukrán és orosz oldalon győzelemnek mondjuk majd 26-ban. Konkrétan az ukránok lenyelik-e majd a békát, hogyha ez állóháború lesz a következő tavaszi és majd a rákövetkező nem tudom milyen hadjárat idején, ha mondjuk ez a pufferzóna és a harcvonalak nem változnak, marad a Dnyepr, marad ott Bakhmutnál az állóháború, és marad ugyan a Kreminnál ez az állóháború, amit látunk. Akkor lesz egy olyan lélektani állapot 26-ban majd, akár Trump az elnök, akár nem, és akármilyen nyugati nyomás lesz a kijevi vezetésen, hogy azt mondják, hogy oké, eddig jutottunk, a területveszteséget elkönyveljük, sajnos le kell mondanunk Krímről, és arról a 91-es állapotról, amit te említettél, hogy az eszményi állapotnak az elérése. Tehát, hogy feladják-e ezt az eszményt majd 26-ban? Nyíltan biztos nem. Tehát nagyon nehéz egy országnak elismerni azt, hogy elveszített területet, és elismerni azt, hogy véglegesen elveszítette. Ugye ezt magyarként pontosan tudjuk. Tehát Trianonnak az elfogadása és az, hogy tényleg internalizáljuk, hogy ezt a területet elvesztettük, ez azért több évtized volt. Az egész II. Világháborút megelőző revíziós szándékok pont arról szóltak, hogy nem fogadtuk el. Tehát Ukrajna esetében sem várom azt, hogy kimondják, hogy a Krím nem a miénk.
vagy a Donbaszt elengedjük, soha nem lesz a miénk. De valójában nem kell kimondani. Valójában, ami 2015 és 22 között zajlott, ugye egy nagyon alacsony intenzitású háború Kelet-Ukrajnában, és egyébként a Krím kapcsán pedig ott teljesen normális, hát nem határ, de hogy mondjuk határvonal kialakult, ott normális kereskedelem volt a határvonal két oldalán, vagy a de facto határ két oldalán. Tehát nem mondta ki Ukrajna, hogy a Krím elveszett, csak megtanult azzal együtt élni, hogy most éppen nem ellenőrzi. Tehát 26-ban, ha az általad vázolt forgatókönyv valósul meg, arra nem számít, hogy Ukrajna azt mondaná, hogy kész, lemondunk a Donbaszról, mostantól a határ itt van Zaporizsiától délre. Csak azt mondja, de nem kell de facto deklarálni, nem kell de jure deklarálni, hogy elvesztetted, csak megtanulsz azzal együtt élni, hogy éppen nem ellenőrzöd. Ez tud nagyon stabil állapot lenni. Tehát nézd meg az orosz-japán viszonyt, a két ország között a mai napig nincsen békeszerződés, mert az oroszú Kuril-szigeteknek nevezett területek státusza vitatott. Együtt tud ezzel élni Moszkva és Tokió? Persze, gond nélkül. Az a nagy kérdés, hogy ha ez egy ilyen megoldás lesz, ez nagyon életszerű, amit mondasz, csak ezzel hogyan lehet belépni egy ilyen kontúrát vesztett tűzszüneti egyezményes határszakasszal, hogyan lehet belépni a NATO-ba és az EU-ba? Nagyon egyszerű, Tamás, sehogy. Sehogy. Tehát Ukrajna, EU és NATO tagsága évtizedes távlaton belül nagyon furcsa lenne, ha megvalósulna. Több okból. A folyamatban lévő területi konfliktus az egyik. De ezen kívül mind a NATO, mind az EU tagságnak nagyon komoly politikai feltételei is vannak. Tehát ahhoz, hogy valaki mondjuk NATO tag legyen, ahhoz működő, stabil többpárti demokráciának kell lennie. Ugye a hidegháború alatt felvett országoknál nem ez volt a helyzet, Törökország sosem volt nyugati értelemben vett demokrácia, de ez egy más stratégiai helyzet volt. A poszthidegháborús helyzetben azok az országok tudnak csatlakozni a NATO-hoz, amelyek jól működő, stabil többpárti demokráciák, rendszeres demokratikus választásokkal, sajtószabadsággal, fékek és ellensúlyok rendszerével, független igazságszolgáltatással, magyarként különösen fontos kisebbségi jogokkal és egy csomó mindennel. Ukrajna ettől jelenleg nagyon-nagyon messze van. Hát hadi állapot van, az ellenzéki pártok egy része be van tiltva, a média nyilvánosság nagyon súlyosan korlátozva van. Most képzeljük el azt a helyzetet, hogy a hadi állapot holnap véget ér. Mert valami csoda történik, véget ér a hadi állapot. Ukrán jogrend szerint 60 napon belül lehet választást tartani. Mennyire lenne demokratikus egy ilyen végeredmény? Úgyhogy az ellenzéki pártoknak nulláról kell magukat újjászervezni, nincsen kampánystáb, nincsen média, nincsenek jelöltek, nincs helyi szervezet. Nyilván a 60 nap múlva tartott választás adna valamiféle eredményt, de annak a nyugati értelemben vett demokráciához nagyon kevés köze lenne. Úgy is föl lehet tenni a kérdést, hogy hány választási ciklusnak kell végigmennie, amíg azt mondhatjuk majd Ukrajnára, hogy valóban egy jól működő nyugati parlamenti demokrácia, amely politikai értelemben is kész a NATO és az EU tagságra. Ez nagyon lassú lesz. Ez nagyon érdekes, mert ugye a most 2-3 hét múlva esedékes NATO csúcson a hírek szerint, Magyarországot megpróbál keresztbe feküdni, de a többi tagállam azt mondja, hogy fel kéne ajánlani Ukrajnának a csatlakozási tárgyalások kezdő dátumát, ami ugye az előszobának a lépcsője, tudjuk, de mégis akkor ez egy szimbol, tehát hogyha azt mondod, hogy ez évtizedekig vagy évtizedig elhúzódó folyamat, akkor ez igazából csak egy gesztus Ukrajnának? Tehát ennek gyakorlati haszna lesz-e bármi? Itt kezeljük külön az EU-t és a NATO-t. Ez az EU-ra vonatkozott. Igen, amiket. Tehát a tárgyalások megkezdése a semmiféle időbeli garanciát nem jelent a tagságra. Nézd meg Törökországot, a 80-as évek második fele óta tagsági trekken van. 80-as évek második fele óta zajlanak Törökország EU csatlakozásáról szóló tárgyalások, most erre ez teljesen megrekedt, de önmagában az, hogy elkezdődik egy tárgyalási folyamat, az nem jelenti azt, sem azt garantálva, hogy az adott ország tag lesz, sem azt, hogy mikor. Hát ha a saját régiónkban gondolkodunk, a közép-európai országoknak is egy évtizedbe tellett a tagság feltételeit teljesítés, úgyhogy nálunk nem volt háború. Tehát miből gondolnánk, hogy Ukrajna esetében ez gyorsabb lesz? Egyrészt. Másrészt viszont nem csak szimbolikus jelentősége is van, hogy na, akkor elkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások. De ennél lényegesebb, hogy az unió külpolitikája szempontjából Ukrajna eddig a szomszédsági külpolitika része volt, szomszédsági trekken volt, ha úgy tetszik, a neighborhood policy, a szomszédsági politika keretében zajlottak a kapcsolataink Ukrajnával. Ha átkerül ez bővítési trekre, mert ugye tagságról van szó majd valamikor, onnantól sokkal komolyabb támogatást lehet nyújtani Ukrajnának pénzügyileg is, technikai értelemben is, politikai értelemben is. Hiszen úgy tudjuk kezelni, mint egy majdani leendő tagot. A tagsági trekken sokkal több pénz van,
Tehát a bővítési politikában sokkal több pénz van, és sokkal komolyabban lehet segíteni ezeket az országokat. Semmiféle garancia nem lesz arra, hogy Ukrajna valaha tag lesz, akkor sem, ha megkezdődnek a tárgyalások. De többet tudunk tenni Ukrajna felzárkózása érdekében. Ez a fő gyakorlati különbség. Világos. Utolsó kérdésem az lenne, hogy akkor az orosz részről is még egy pontot tegyünk az év végére. Az orosz célok, igen, ezt mondtad. Az orosz célok. Tehát, hogy mi számíthat az orosz társadalom, vagy akár a Kreml szempontjából egy elfogadható lezárásának az ukrajnai háborúnak. Gondolok arra, hogy a nagy kitűzött cél az volt, hogy demilitarizált Ukrajna. Ez aztán abszolút ellenkezője. Donetsk és a Luhanszki területnek a 100%-os elfoglalása, magukat ugye egy tagköztársaságnak deklaráltak, és Putyin ezt elfogadta nagy jótevőként. De nincs meg a 100%-os terület, és ott még nyugatabbra kéne tolni a határokat, és nem megy. Bizony. Akkor itt mi lesz ezekkel a kérdésekkel? Ezért szoktam azt mondani, hogy ahhoz, hogy valaki jól értsen egy térséghez, az ismerni kell az adott terület nyelvét, kultúráját, a belső vitákat, meg hasonlókat. Az orosz nyilvánosságban, és hiába kontrollált ez a nyilvánosság, de ettől még azért van egy nyilvánosság, nagyon komoly vita zajlik arról, hogy orosz terminológia szerint a különleges katonai műveletnek tulajdonképpen mi a végcélja. Most az látszik, hogy amivel Oroszország ragaszkodna, egyrészt, hogy Ukrajna mondjon a NATO csatlakozási ambíciókról, másrészt, ugye a 4 orosz jog szerint Ukrajnához csatolt terület, vagy orosz jog szerint tavaly annektált terület, ugye Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporizsia, ezek közül legalább Donetsk és Luhansk teljes területét meg kellene szerezni, ebben konszenzus van. Egyes elemzők azt mondják, hogy Zaporizsia és Herson esetében is kéne a teljes terület, mások azt mondják, hogy ez nem reális. Na most, ami Donetszkét és Luhanszkot illeti, Luhanszk 97%-ban orosz kézen van. Donetszk esetében, Donetszk megye esetében nagyjából 35-40% van még ukrán kézen, de itt vannak a legerősebb ukrán állások. Szlavjanszk, Konstantinivka és ugye a főhadiszállás a tényleg rettenetesen megerődített Kramatorszk. Tehát még ha Avgyijivka el is esik, amire jelenállás szerint sajnos van esély, onnantól még nagyon sokáig tart még az is, hogy Donetszk megye teljes területét meg lehessen szerezni. De abban, hogy Donetszkét és Luhanszkot teljes egészében meg kell szerezni, mindkét megyét, ebben az orosz nyilvánosságban konszenzus van. Ami a másik két megyét illeti, Herson és Zaporizsia, ott ugye a teljes megyék megszerzése az földrajzilag, vagy katonaföldrajzilag is nagyon-nagyon nehéz lenne. Ugye Herson városa a folyó túloldalán van, nincs átkelési lehetőség, jelenleg éppen se igaz ukrán hadsereg folytat nagyon kicsi, de akkor is műveleteket ugye a Dnyeper bal partján, és nem az oroszok a jobb parton. Zaporizsénél ilyen jellegű természetes akadály nincsen, de egyrészt Zaporizsia egy irdatlanul nagyváros, ugye a háború 800 000-es lakossága volt, Hersonnak csak 300 000-es. Tehát Zaporizsia egy rettenetesen nagyváros, nagyon-nagyon meg van erődítve, ráadásul az ukrán nacionalizmusnak az egyik központja, hogy gondoltunk zaporizsiai kozáksággal meg hasonlókra, és ráadásul Zaporizsének bármiféle ostroma, az a terep szempontjában is rendkívül bonyolult lenne. Nem reális az, hogy ez az orosz haderő képes legyen egy ekkora léptékű várost elfoglalni. Tehát jelenleg én nem láttam nagyon-nagyon, nyilván nem nulla, de nagyon-nagyon alacsony esélyt adnék arra, hogy Oroszország akár Herson, akár Zaporizsia, mint város megszerzésére képes lehet. Itt valószínűbb az, hogy a Dnipro vagy Dnyeper folyó vonala, az egyfajta de facto határra válik, és ugye orosz oldalról is meg lehet csinálni ugyanezt. Nem mondunk le hivatalosan mondjuk Herson városa fölötti uralomról, csak megtanulunk együtt élni azzal, hogy éppen nem a miénk. Tehát Herson és Zaporizsia megye vonatkozásában van mozgástér, Donetszk és Luhanszk megye megszerzésének vonatkozásában nem látszik, hogy lenne mozgástér. Én arra számítok, hogy addig fogják folytatni, amíg Donetszk megye egésze a kezükre nem kerül. Legyen ez a végszó. András, köszönöm szépen ezeket az árnyalt súlypont módosításokat. Így kicsit tágult a látókörünk most. Köszönöm szépen, remélem, hogy hasznos. Köszönöm szépen még egyszer. Rácz Andrást hallották és hallhatták, illetve látták a kedves nézők és hallgatók. Jövő héten folytatjuk. Nem tudjuk még, hogy orosz-ukrán konfliktussal vagy Gázával, ezt még a következő napokban eldöntjük, de most ezt a témakört itt azt hiszem, hogy körbejártuk a múlt héten, illetve most. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.